Megerősödtek a V4-ek, erről beszélt Orbán Viktor a rádióban. Veszélyesnek tartja a baloldali fordulatot az új olasz kormánytól. Jöhet a családvédelmi akcióterv 2 és 3, a kormány már tervezi a részleteket. A vártnál is gyorsabb lehet a gazdasági növekedés, a harmadik negyedévben újabb sok milliárdos beruházásokat adtak át. És 10 fős drogbandára csaptak le a rendőrök, kábítószert, fegyvert, pénzt találtak náluk. Ez a híradó 7:30 az M1-en. Németh Balázs vagyok, jó estét kívánok, kezdünk. Magyar szempontból kedvező dolgok történtek az elmúlt hónapokban a diplomáciában, megerősödtek a visegrádi országok, erről beszélt Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. Megismételte, hogy rendkívül fontos feladatot kaphat az új Európai Bizottságban a magyar jelölt, ám ahogy fogalmazott, lehetnek még forró pillanatok Trócsányi László meghallgatásán. Ha megkapja a többséget, akkor az uniós bevándorláspolitika, valamint például a kárpátaljai, illetve a délvidéki magyarok szempontjából is nagyon fontos pozícióba kerül. Közös nyilatkozatban álltak ki az Európai Unió bővítése és a Nyugat-Balkán integrációja mellett csütörtökön a visegrádi országok miniszterelnökei. Prágai találkozójukon rögzítették, hogy a térség biztonsága Európa biztonsága is, mivel a Nyugat-Balkán országai kulcsfontosságú partnerek a migráció kezelésében. Az Európai Bizottság új elnöke kedden jelentette be, hogy az unió bővítési és szomszédságpolitikai ügyeit Trócsányi Lászlónak szánja. Ursula von der Leyen azt mondta, Magyarország és az új Európai Bizottság céljai megegyeznek a nyugat-balkáni országok csatlakozásával kapcsolatban. Azóta több nyugat-balkáni politikus is üdvözölte Trócsányi László biztosi jelölését. A szerb kormányfő, a szerb elnök és Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is előrelépésként értékelte a volt igazságügyi miniszter jelölését. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke pedig pénteken arról beszélt, a magyar biztos személye hozzájárulhat a kárpátaljai magyarok és Kijev közti vitás kérdések megoldásához. Brenzovics László azt mondta, Ukrajnának fel kell hagynia a kisebbségi jogok szűkítésével és kompromisszumos megoldásokra kell törekednie. Ebben segíthet a jövőben Trócsányi László. Nagyon közel érzi magához a határon túli magyarságnak az ügyét, illetve a szomszédos államoknak az európai integrációját, mint miniszter több alkalommal járt Kárpátalján, és akkor, amikor mi ottan a Velencei Bizottságban és különböző európai fórumokon küzdöttünk az igazunkért, igen, jelentős támogatást kaptunk tőle személyesen, és az által vezetett minisztériumtól is. Egy nagyszerű ember delegált Magyarország. Trócsányi László személyében Magyarország nagyszerű embert jelölt az Európai Bizottságba, mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, lesznek még Trócsányi László megválasztása előtt forró pillanatok, amit a magyar ellenzék is kilátásba helyezett. Akárhonnan nézzük ezt az embert, fogást találni nem lehet rajta. Itt egyetlen dolgot lehet fölhozni vele szemre, hogy az ő nézőpontjukból, mert a támadók nézőpontjából rossz helyről jött, mert hát magyar. De hát annyian vagyunk magyarok, vagy 10 milliónyian, hogy ezt az ellenvetést nem tudjuk elfogadni. Orbán Viktor a szomszédság és bővítés politika fontosságáról kijelentette, a feladat érinti a Nyugat-Balkánnal, Ukrajnával és a kaukázusi országokkal fenntartott kapcsolatot, valamint a migráció szempontjából szintén fontos észak-afrikai országokat. A kormányfő hozzátette, az egész régiónk élén a V4-ekkel folyamatosan felértékelődik, és egyre fontosabb és súlyosabb az, amit mondunk, teszünk és gondolunk. Ez a magyar érdekek érvényesítése előtt is szélesebbre tárja az ajtót. Csak a felsorolt országokkal való kapcsolataink problémái mutatják, hogy ez milyen fontos nekünk. Ukrajnával is vannak rendezendő kérdéseink. Az egész Nyugat-Balkán jövője a mi biztonságunkat érinti elsősorban, a migráció miatt is mi vagyunk elsősorban érintettek. Tehát azt hiszem, hogy mindaz, ami történt, az a magyar nemzeti érdekek szempontjából kedvező folyamat és jó hír. A miniszterelnök az unió bővítéséről úgy fogalmazott, nagy fába vágták a fejszélyüket, amikor kiálltak a bővítés mellett,
Mert Nyugat-Európában sokan belefáradtak ebbe, és saját politikai, gazdasági sikertelenségüket is a korábbi bővítéssel magyarázzák. A miniszterelnök ugyanakkor rámutatott, a növekedés tekintélyes része Közép-Európából jön. Közben kirobbant a kultúrharc az Unióban. A baloldali, liberális oldal, sőt több néppárti politikus is felháborodott azon, hogy Ursula von der Leyen az egyik biztosnak az Európai Életmód Védelme nevű tárcát adta. Részben ugye ide tartozik majd a tervek szerint a bevándorlás kezelése is. A bírálóknak már az elnevezéssel is problémája van. Szélső jobboldalinak tartják az Európai Életmód Védelmét. Presenting my team for Europe. Ursula von der Leyen kedden jelentette be, hogy egy új biztosi tárcát hoz létre, amely a migrációval is foglalkozik a jövőben. Ez azt jelenti, hogy a migrációval kapcsolatos feladatok két tárcához tartoznak majd. A belügyi és az új európai életforma védelméért felelős portfólióhoz, amelyet a görög Margaritis Kinas vezethet. Az Európai Bizottság vezetője szerint az új feladatkörre azért is van szükség, mert az uniónak a szolidaritáson túl reagálnia kell azokra a félelmekre is, amelyeket a migráció kelt az európai emberekben. Ursula von der Leyen a tárca élére kinevezett Margaritis Kinasnak írt megbízó levelében úgy fogalmazott, foglalkoznunk kell és enyhítenünk kell az illegális migrációnak, a gazdaságunkra és a társadalomra gyakorolt hatásával kapcsolatos jogos félelmeket és aggodalmakat. Ez a megbizatás és a megbizatásnak az elnevezése az nagyon komoly kételyeket vett föl. Magyar részről az elsők között Karácsony Gergely pártársa, a Párbeszéd egykori LP képviselője tiltakozott. Jávor Benedek azt azonban már nem fejtette ki, hogy pontosan mi a probléma az új portfólióval. Nemzetközi szinten is nagy port kavart Ursula von der Leyen döntése. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság volt elnöke az Euronews-nak azt mondta, neki nem tetszik az a gondolat, hogy az európai életmód ellentétes lenne a bevándorlással. Úgy fogalmazott, a messziről érkezők befogadása része az európai életmódnak. A zöldek egyik társelnöke ijesztőnek nevezte a névválasztást. Ska Keller szerint súlyos szakmai hiba, ha a menekültügy és a védelempolitika területei összemosódnak, mert ez szerinte hosszú távon kirekesztéshez vezethet. Az egyik brit munkáspárti LP képviselő ennél is markánsabb véleményt fogalmazott meg, és jelezte, mindent megtesz azért, hogy a tárca soha ne jöhessen létre. A holland liberális Sophie in 't Veld pedig azt írta, a célzás is groteszk, hogy az európaiakat meg kell védeni a külső kultúrától. A életforma védelme az minden politikusnak, függetlenül liberális, kereszténydemokrata vagy szocialista, mégiscsak az első számú feladata. Orbán Viktor kormányfő szomorúnak nevezte, hogy vannak, akik támadják ezt a portfóliót. Szerinte ugyanis minden politikus első számú feladata az emberek által kialakított életforma megvédése. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a vita akörül folyhat, hogy a migráció minek tekinthető, az életforma változásának, tündérmesének vagy veszélynek. És az európai emberek többsége saját bőrén is gyűjtve tapasztalatokat, ezt veszélynek tekinti. Tehát én helyesnek tartom, hogy a migrációval szemben védekezik az Európai Unió. A bevándorlás pártiak, köztük egyébként több magyar európai képviselő is, az ellenzékiek általában ide tartoznak, ők támogatják a bevándorlást. Ez a vita tárgya. Orbán Viktor hangsúlyozta, a portfólió elleni támadás is azt mutatja, hogy az európai politikában az alapvető kérdésekben is hiányzik a szükséges konszenzus. Közép-Európa nemzetei képesek megújítani Európa szellemi önvédelmét, és ezzel megerősíteni az európai politika önvédelmi képességét. Ezt mondta Kövér László a Felvidéki Selye János Egyetem tanévnyitóján Révkomáromban. A házelnök hozzátette, hogy Közép-Európában egy tanévnyitó nem csak az oktatás folytatását jelenti, hanem egy megújuló esély arra, hogy a térség nemzetei az iskoláik által jobbá tegyék a jövőjüket a szülőföldjükön, és ezzel megőrizzék a keresztény kultúrát. Azon erők ellen kell védekezni, amelyek a 21. századi nagy világpolitikai versengésben Európát egyszerűen kizsákmányolandó területnek tekintik. Azon erők ellen kell védekezni, amelyeknek az a célja, hogy elvonják az európai emberektől, elvonják minden európai nemzettől azon jogukat, hogy saját anyagi és szellemi erőforrásaik fölött szabadon rendelkezhessenek.
Olaszország visszatért a veszélyes baloldali politikához, erre figyelmeztetett Orbán Viktor. Alig, hogy megalakult az új baloldali kormánykoalíció Rómában, már is jelezték, hogy befogadják a csempészhajók utasainak egy részét, a többieket pedig kötelező kvóták szerint szétosztanák a tagállamok között. Németországban is megint hangosabb a bevándorláspárti tábor. 90 település jelezte, hogy hozzájuk mehetnek a földközi-tengeren érkező illegális bevándorlók. Napok óta várakozik a földközi tengeren az Ocean Viking nevű civil hajó, 82 migránssal a fedélzetén. A bevándorlókat még Líbia közelében vették fel. A céljuk, hogy valamelyik európai kikötőben tehessék őket partra. Erre van is esély, miután az új baloldali kormányt vezető miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben jelezte, Róma megnyitja a kikötőket a migránsokat szállító NGO hajók előtt, ha az illegális migránsok többségét kvóták szerint szétosztják a tagállamok között. A kulcsország az Olaszország. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban arról beszélt, Olaszország visszatért a migránsokat beengedő veszélyes baloldali politikához. Pedig amíg Matteo Salvini volt a belügyminiszter, bebizonyították, hogy meg lehet védeni a tengeri határokat is. Egy hete sincs talán, hogy távozott, és már hiányzik, mert engedik be a hajókat, fogadják be a migránsokat, visszatértek a régi baloldali olasz bevándorlás politikához, ami veszedelmes egész Európa és Magyarország számára is. És most már megint kezdik követelni az olaszok, hogy osszák szét a náluk lévő migránsokat, jusson belőlük nekünk is, tehát előáll az egész régi vircsaft. Közben 90 német önkormányzat jelezte, szeretne közvetlenül dönteni arról, hogy migránsokat fogadjon be a földközi tengeren érkezők közül, írja a Die Welt című német napilap. Azt mondják, nem akarnak közös európai megoldásra várni. Az emberek itt arról döntöttek, hogy a saját kezükbe veszik a megoldás kulcsát. Elfogadhatatlan, hogy ezt a vállalást ne vegyék figyelembe, fogalmazott Potsdam polgármestere. Nincs problémánk azzal, hogy a szokásos kontingenseken felül vegyünk át menekülteket. Jó tapasztalataink vannak az integrációval kapcsolatban, mondta egy másik polgármester. Megszólalt az ügyben a szövetségi belügyminiszter is. Horst Seehofer szerint az önkormányzatok nem illetékesek a migránsok befogadásában. Nonsensnek, kivitelezhetetlennek tűnő javaslattal álltak elő. Európai jogi és a német jogrendszer szerint is képtelenség az, amit ez a 90 település szeretne, mondta ifja Blomnici Zoltán az M1-nek. Az alkotmányjogás szerint ez megint meghívás a migránsoknak és felhívás az embercsempészeknek. Németországnak pedig minden olyan belső, a megosztottság irányába mutató javaslatot nyilvánvalóan kezelni kell tudni, amely alkalmas arra, és ezt már Wolfgang Schäuble, a szövetségi törvényhozás vezetője mondja, hogy hamis jeleket küldjön nem csak a migránsoknak, hanem az embercsempészeknek is, hiszen ne feledjük el, hogy a 90 település felhívása az egy az egyben meghívó és felszólítás az embercsempészek számára is, hogy újra és újra indíthassák a lélekvesztőiket Európa irányába. Az uniós belügyminiszterek legközelebb szeptember 23-án Máltán tárgyalnak a kvótákról. Orbán Viktor politikáját dicsérte a francia elnök egy augusztus végi rendezvényen, erről írta a V4NA hírügynökség oldalán Lánci Tamás politológus. A beszámoló szerint Emmanuel Macron úgy fogalmazott, hogy Magyarország Orbán Viktor vezetésével élen jár az európai civilizáció megújításában. A francia elnök szerint a legnagyobb tisztelettel kell figyelni a magyarországi politikai eseményeket, amely szerinte kulturális és civilizációs életerőt hordoz magában, és amellyel a francia elnök ugyan nem ért egyet, de rendkívül inspirálónak találja. A határvédelemről is tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök az osztrák Hans Peter Doskozillal, Burgenland tartomány főnökével, Budapesten a Karmelita Kolostorban. A megbeszélésen áttekintették Magyarország és Ausztria legkeletebbi tartományának kapcsolatait, és megállapodtak abban, hogy a jövőben komoly közös fejlesztési projektek indulnak. Orbán Viktor és Hans Peter Doskozil is úgy látja, hogy a hatékony határvédelem kulcsfontosságú az illegális bevándorlás elleni küzdelemben. Formálódnak a második és a harmadik családvédelmi akcióterv részletei, ez is kiderült a miniszterelnökkel készült reggeli interjúból.
Néhány napja már Novák Katalin államtitkár is említette, hogy lehet folytatása a családvédelmi intézkedéseknek. Az első akcióterv júliusban indult, ahogy az várható volt, a 10 millió forintos babaváró támogatás a legnépszerűbb, ezt bő 2 hónap alatt már 31 ezeren igényelték. A babaszobát rendezi ez az EKRI édesanya, november végére várja első gyermekét. Férjével már mindent beszereztek, és egy új, nagyobb otthonról is gondoskodtak. Kislakásból hamarosan családi házba költöznek, a 10 millió forintos babaváró támogatással vásárolják meg. A hosszú távú tervekben volt, hogy elköltözünk egy nagyobb lakásba vagy házba, hogy a gyerekeknek, vagy most a születendő kisgyermekünknek egy megfelelő életet biztosítsunk. És ez most mondhatjuk így, hogy kapóra jött. Új kocsiját próbálgatja ez a Békés Csabai család. Most még a szalomban van, de néhány nap múlva hazavihetik. Az elsők közt igényelték a 2,5 millió forintos autóvásárlási támogatást. Elég nagy segítség, mert az ilyen autót nem mindenki tud vásárolni sajnos. Mi nálunk se, de így az állami támogatással igen. Így sikerült hozzájutni ez a nagy autóhoz, ilyen nagy családi autóhoz. És így legalább tudjuk, hogy el tudunk menni hosszú távra is. Naponta vásárolnak új autót a támogatás segítségével ebben a kereskedésben. A nagycsaládosok jellemzően régi, akár több évtizedes kocsijukat cserélik le. A használati idejének a végét járó járműveket cserélik le. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, hiszen ennélkül bele se vágnának új autóvásárlásba ezek a családok. Népszerű a júliusban indult családvédelmi akcióterv, a 10 millió forintos kamatmentes szabad felhasználású babaváró hitelt már 31 ezeren, az autóvásárlási támogatást 22 ezeren igényelték, és sokan 7700-an kérelmezték a jelzálog hitel csökkentését is. Ez egy fontos visszajelzés a kormányzat számára, hogy ezek a kedvezmények, ezek valójában szükségesek a családoknak, valójában igénybe veszik, és valódi segítséget jelentenek a gyermeket vállalni készülő, vagy már egyébként több gyermekes családok számára. Tehát mi arra biztatunk minden családot, hogy tájékozódjanak. Első helyen a családok vannak az én számomra. Formálódnak a második és a harmadik családvédelmi akcióterv részletei is. Erről Orbán Viktor beszélt a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök azt mondta, a kormány feladata, hogy minden segítséget megadjon a fiataloknak a gyermekvállaláshoz. Erre pedig azért van lehetőség, mert a magyar gazdaság jól teljesít. A mi kormányunk alatt történt a legtöbb jó dolog a családokkal. Családvédelmi akcióterv, otthonteremtési támogatások. Szóval én azt hiszem, hogy a kormány itt sok mindent tett. Talán meg is tett mindent, amit tehetett. De ez kevés. Ennél többre van szükség. Tehát én még többet szeretnék majd, újabb második és harmadik családvédelmi akciótervet is, de most még az első se futott ki, tehát ne legyünk türelmetlenek, de a fejemben már formálódnak a családokat segítő második és harmadik akcióterv részletei. A babaváró hitelt a bankoknál, az autóvásárlási támogatást a Magyar Államkincstárnál kell igényelni. Az ügyintézés ingyenes, a családok egyszerre több különböző segítséget is kérhetnek. A vártnál is gyorsabban nőhet a harmadik negyed évben a magyar GDP, legalábbis erre utalnak a részadatok, a részeredmények. Júliusban a tavalyi szinthez képest 33%-kal nőtt például az építőipar teljesítménye. Szintén erősíti a gazdaságot, hogy újabb sok milliárdos beruházásokat adtak át, csak ma kettőt. Dorogon egy francia cég épített alumíniumöntödét, Kapuvára, Kisalföldre pedig egy kínai elektronikai termékeket gyártó vállalat költözött. Igazi 21. századi üzemet adtak át Kapuváron. A kínai beruházó a legkorszerűbb termelés és termelés irányítási technológiát hozta Magyarországra. Főként elektronikai eszközökhöz, például a legmodernebb mobiltelefonokhoz gyártanak itt különböző alkatrészeket. Itt minden az ipar 4.0 koncepciója alapján történik. A kínai Intratech vállalatnak a most bemutatandó beruházásának értéke összesen 8,8 milliárd forint. Ez a 8,8 milliárd forintos beruházás egy új elektronikai gyártó üzemet takar, amelyben 200 új munkahely jön létre. Az új üzem hozzájárul az elektronikai termelés további növekedéséhez, aminek értéke tavaly meghaladta az 5000 milliárd forintot. A város polgármestere a beruházás kapcsán a kormányzati, önkormányzati és a vállalati összefogást méltatta. Egy baráti kapcsolat alakult ki közöttünk.
Ennek a baráti kapcsolatnak az az eredménye, hogy az önkormányzat teljes mellszélességben tudta minden lehető erejével támogatni azt, hogy ez az üzemét készen legyen. Egy óriás kemencében olvasztják az alumínium tömböket, óránként 3 tonnát ebben a dorogi öntödében, amit ugyancsak most adtak át hivatalosan. A megolvasztott alumíniumból aztán többek között olajteknőket, hengerfejfedeleket készítenek, elsősorban a világ egyik legnagyobb járműgyártójának autóiba. A 20 milliárd forintból megépült üzemben 50 ezer autóalkatrész készítenek hetente. A minden túlzás nélkül negyedik ipari forradalomnak nevezhető folyamatnak a tempóját alapvetően és mindenek előtt az autóipar diktálja. A külgazdasági és külügyminiszter az átadón arról beszélt, hogy az autóipar a magyar gazdaság zászlós hajója, amelynek termelési értéke tavaly elérte a 8500 milliárd forintot. Az ágazat jelentőségét mutatja, hogy a Magyarországon előállított autóipari termékek több mint 90%-át külföldön értékesítik. A francia beruházó fejlesztésével 240 új munkahelyet hozott létre. Idén már 43 nagy beruházás érkezett Magyarországra, amelyek folyamatos munkát adnak az építőipari vállalkozásoknak. Ennek is köszönhetően az ágazat csak nem 33%-kal növelte teljesítményét júliusban éves összehasonlításban. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára azt mondta, az adatok is azt bizonyítják, hogy a magyar építőipar szárnyal. Megmutatkoznak bennük az otthonteremtést, a lakáspiacot támogató kormányzati intézkedések. Másrészt tükrözik azt is, hogy a kohéziós forrásokat sikeresen használják fel a magyar pályázók, sorra valósulnak meg a komoly, nagyméretű infrastruktúrális jellegű beruházások szerte Magyarország különböző részein. És az állami beruházások, főként az út- és vasútépítések is lendületben tartják a szektort. Megerősítette Áder János, hogy 2030-ra a hazai áramtermelés több mint 90%-a széndioxidmentes lehet. Ehhez az államfő szerint szükség van a paksi bővítésre, és folytatni kell a naperőművek építését. Ma átadtak egy újfajta magyar fejlesztésű energiatárolót, amelyik kulcsfontosságú lehet a megújuló energia felhasználásánál. Ez a legújabb magyar innováció, egy energiatároló konténer. A berendezés annyi villamos energiát képes elraktározni, ami 1500 lakás áramfogyasztását fedezi. Így minden időszakban pótolni tudja azt az energiamennyiséget, ami például azért hiányzik, mert nem fújt a szél, vagy nem sütött a nap, vagyis a szél, illetve a naperőművek nem tudtak kellő energiát előállítani. Így biztonságosabbá válik az energiaellátás Magyarországon. Pontosan emiatt sokkal kevesebb zavar lesz a rendszerben, sokkal olcsóbban lehet ezt a rendszert működtetni, tehát gyakorlatilag lehetővé teszi azt, hogy olcsóbb áramot termeljünk. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a jövőben több zöld erőmű épüljön, így csökkenhet a széndioxid kibocsátás. Ezt emelte ki a köztársasági elnök is, aki azt mondta, a 2050-re tervezett úgynevezett klímasemlegességet már jóval korábban is elérhetjük, ha megépül Paks 2, illetve mostani ütemben épülnek tovább a naperőművek. Az elmúlt 4 esztendőben, minden évben megduplázódott Magyarországon a naperőművi kapacitás, és az a cél, hogy ez folytatódjon. Tehát, hogyha ezek a feltételek teljesülnek, akkor Magyarország 2030-ra, nem 2050-re, Magyarországon az előállított áram több mint 90%-a széndioxidmentes lesz. A paksi bővítés ezzel együtt az atomenergia fontosságáról beszélt az Innovációs és Technológiai Miniszter is, aki azt mondta, csak így lehet a jövő magyar energiaellátása tiszta és megfizethető. Magyarország azon országok közé tartozik, aki sok 10 éve üzemeltett atomerőművet jó hatékonysággal és tulajdonképpen mindenfajta biztonsági probléma nélkül. Ennek aztán persze az az eredménye, hogy a CO2 kibocsátásunk messze meghaladja, messze alulmúlja azoknak az országnak a kibocsátását, akik úgy gondolták, hogy a zöld energetikai fordulatot atomerőmű nélkül fogják végrehajtani. Csak egy szám, Magyarországon 1 kWh energia előállítására 246 g széndioxid kibocsátás jár, Németországban ez 400 g. Az energiatároló konténer megépítése több mint 1 milliárd forintba került, aminek csak nem felét a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal állta.
Közben országfásítási program indul, az erdőtelepítés is kell ahhoz, hogy Magyarország mi hamarabb klímasemleges legyen. Az agrárminiszter ültette el az első fát a Margit-szigeten, miközben Tarlós István főpolgármester elültette a fővárosi fatelepítési program 10 000. fáját. Az ünnepség csúszott valamennyit, mert az újságírók mellett Tordai Bence, Karácsony Gergely pártársa is megjelent az eseményen, és vita alakult ki közte, illetve a főpolgármester között. A budapesti fatelepítési program 10 000. Az országfásítási program első fáját ültette el pénteken Tarlós István főpolgármester az Agrártárca vezetőjével. Az eddigi időszakban elültettünk 42 millió fát. A mostani időszakban elkezdünk egy 25 000 hektárt érintő erdőtelepítéseket. Nagy István agrárminiszter úgy fogalmazott, a fásítási programmal olyan támogató környezet kialakítása volt a cél, amelynek segítségével az önkormányzatok, a magánszemélyek és az állami szereplők növelni tudják az ország fával borított területeit. Főváros szerte számottevő mértékben megújult a zöld területek faállománya, érezhetően javult zöld területeink minősége. A fővárosi fatelepítési program 2016-ban indult. Tarlós István ennek kapcsán azt mondta, a faültetések folytatódnak. A cél, hogy a budapestiek és a jövő generációja számára is egy hosszú távú klímastratégiát alakítson ki a városvezetés. Ezt alapnak tekintve kell tovább végezni azt a munkát, melyet az ültetésekkel csak megkezdtünk. Azok további szakszerű és felelős ápolásával hosszú távon gondoskodunk a budapesti faállomány, benne a fasorok növekedéséről, megújításáról, védelméről. A sajtótájékoztató kezdete előtt megjelent Tordai Bence, a Párbeszéd szóvívője. A politikus azt kérdezte Tarlós Istvántól, hogy vitázik-e, és ha igen, mikor az ellenzék főpolgármester jelöltjével, Karácsony Gergellyel. A választáson jól meg fogom verni a maguk hazudós Tutyimotyi Tétova mama kedvence főnökét. Tarlós István válaszul közölte, Karácsony Gergelyen kívül több főpolgármester jelölt is van. Karácsony Gergely viszont kiemeli magát közülük, nem áll szóba velük, és a demokratikusnak mondott ellenzék most azt akarja mondani, hogy senkinek tekinti ezeket az embereket. A DK közleményben reagált a faültetésre, szerintük a mostanában elültetett fák csak évtizedek múlva lesznek képesek pótolni azt az oxigént, amit az eddig kivágott fák már nem termelhetnek meg. Tüntetés szervezett Karácsony Gergely azután, hogy adatkezelési botrány robbant ki az ellenzék körül. A napokban több fotó is nyilvánosságra került, amelyeken az látszik, hogy a választóktól gyűjtött aláírásokat és adatokat tartalmazó íveket feldolgozzák az ellenzéki aktivisták. A rendőrség nyomozást indított és szerdán házkutatást tartott az ellenzék 8. kerületi kampányközpontjában. Ez ellen tiltakoztak ma az ellenzéki pártok. Mikó András és a csapatát megrámozták, pont azokat a civileket, akik megtették azt, amit talán még sokan nem mernek, hogy feladták a civilségüket azért, hogy mindent, amit a civilek tudnak, bevigyék a politikába. Pont azokat támadják, akik még a legkevésbé vannak hozzászokva. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is eljárást indított közben az ellenzék adatgyűjtési botránya miatt. A hatóság elnöke az M1-nek azt mondta, hogy Józsefvárosból, Erzsébetvárosból és Üllőről is kaptak bejelentést arról, hogy az ajánló íveken szereplő személyes adatokat vélhetően jogosulatlanul kezelték. Péter Falvi Attila felhívta a figyelmet arra, hogy a hatóság következetesen fellép minden jogsértéssel szemben, a 8. kerületi ajánlások ügyében pedig a rendőrség is nyomoz. A felvételek alapján, amelyek a médiában megjelentek, ezek között van olyan felvétel is, amely egyértelművé teszi, tehát nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy megvalósult jogellenes adatkezelés is. Az adatvédelmi hatóság eljárásában is nyilvánvalóan meg kell állapítani a tényállást, meg kell állapítani a sérelmezett adatkezeléseknél, hogy hány adatra nézve történhetett ilyen. Az önkormányzati választáson alkalmas jelölteket kell találni, ezt mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta, olyan polgármesterekre, illetve képviselőkre van szükség, akik nem a kormánnyal akarnak harcolni, hanem mindenkivel együtt tudnak működni a településük és az ott élők érdekében.
most alkalmas vezetőket kell találnunk arra, hogy a városaink és a falvaink életét jól tudjuk irányítani és megszervezni. Tehát alkalmas embereket. Az én fejemben az alkalmatlanságnak az egyik bizonyítéka, hogyha valaki azt gondolja, hogy az önkormányzat arra való, hogy utána a kormányon harcoljon. Az ilyen ember alkalmatlan arra, hogy polgármester legyen, vagy képviselő. Európában sehol nem tudnak jelenleg akkora gazdasági növekedést felmutatni, mint Magyarországon. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter mondta egy soroksári lakossági fórumon. Szijjártó Péter hozzátette, hogy az elmúlt 9 évben Magyarország Európa sereghajtójából Európa bajnok lett. Ahhoz, hogy ezt a pozíciót meg tudjuk őrizni, szerinte az önkormányzatokra is szükség van. Úgy fogalmazott Szijjártó Péter, hogy csak a választók tudják megvédeni az önkormányzatokat annak a politikai stílusnak a meghonosodásától, amit az ellenzék mutatott be a tavaszi parlamenti ülésszakon, illetve ezekben a napokban az Európai Parlamentben. Annak érdekében, hogy az elmúlt 9 év sikereinek az útján menjünk tovább, Magyarország továbbra is a legsikeresebb és legbiztonságosabb hely legyen Európában, ahhoz arra van szükség, hogy önkormányzatok és kormány egy irányba húzzák a szekeret, egy irányba dolgozzanak és együttműködjenek egymással, ahelyett, hogy mindenfajta fölösleges politikai vitákat generálnának. Ismét sorsdöntő választás előtt áll Magyarország. A tét az, hogy az állampolgárok alkalmas, hozzáértő embereket választanak-e október 13-án. Erről az országgyűlés elnöke beszélt egy 17. kerületi lakossági fórumon. Kövér László úgy fogalmazott, az ellenzék valójában politikai polgárháborút vív a kormány ellen, nem pedig az önkormányzati választásra készül. Ha jól értem a szavaikat, ami persze nem olyan egyszerű, akkor egy politikai háborúnak egy csatájaként készülnek erre az önkormányzati megmérettetésre. Azt tűzik ki maguk elé célként, hogy lehetőség szerint az ország minél több pontján, minél több településében hozzanak létre ilyen kis ellenzéki enklávékat, bunkereket. Jövő szerdára hívták össze az országgyűlés rendkívüli ülését, az ellenzéki pártok kezdeményezték még a nyár végén. Szerintük, bár most nincsenek parlamenti ülések az októberi választás miatt, ennek ellenére mindenképpen tárgyalni kell a kormány 2030-ig tartó klímastratégiájáról. A kormánypártok szerint az egész csak hangulatkeltés és a kampány miatt csinálja az ellenzék. Így nézett ki tavaly december 12-én a parlament ülésterme. Sokan következik az éghajlatváltozás a 21. század egyik legnagyobb globális és hazai kihívása. Bár az ellenzék kezdeményezte a vitanapot az éghajlatváltozásról, a padsoraik üresek voltak. Nincsenek a teremben. Egyik ellenzéki párt képviselője sem vett részt a vitanapon, bár előtte nem sokan még a teremben voltak, hogy akadályozzák a munkát. Az LMP most ismét a parlament rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte hasonló témában. Jövő szerdán egy klímaügyi határozati javaslatot vitatnának meg. A Fidesz frakció szerint miután az ellenzék decemberben sem ment el az általa kezdeményezett országgyűlési vitanapra, ezért most is csak egy kampányülésről és hangulatkeltésről van szó. Közleményükben úgy fogalmaznak, hogy az ellenzék csak a botránykeltéssel foglalkozik. Kampánycélokból akarják összehívni az országgyűlést, a Fidesz-KDNP képviselőcsoportja viszont ezzel nem ért egyet. A média néző elemzője arról beszélt, hogy már csak egy hónap maradt hátra az önkormányzati választásokig, az ellenzéki pártok pedig megpróbálják kihasználni ezt az időszakot és felhívni magukra a figyelmet. Az, hogy a magyar ellenzék egy rendkívüli parlamenti ülést figyelemfelkeltésre akar felhasználni, az nem lenne az első eset. Tavaly decemberben ilyenre már került sor. Egy igazán példanélküli agresszív eseménysorozatot láttunk, ahol a magyar ellenzék megpróbálta megakadályozni a háznak a munkáját. A politológus hozzátette, nem zárható ki, hogy ezt a kampányidőszakot az ellenzék újabb botránypolitizálásra akarja majd fordítani. Ugyanakkor ez egy kétélű fegyver, a választópolgárok többsége pedig már decemberben is elítélte ezt a forgatókönyvet. Újabb ingatlanügy miatt emelt vádat az ügyészség Terézváros korábbi MSZP-s, illetve SZDSZ-es képviselői, valamint a kerület 2 volt jegyzője ellen. A vádirat szerint még 2003-ban áron alul akartak eladni egy nagyértékű Jókai utcai épületet, végül aztán nem rajtuk múlt, hogy az üzlet nem jött létre. A terézvárosi ingatlan ügyekben más épületekkel kapcsolatban korábban már született jogerős ítélet.
Az MSZP-SZDSZ többségű terézvárosi önkormányzat pályáztatás nélkül áron alul szerette volna értékesíteni 2003. májusában a Jókai utca 10-es szám alatti házat. A vádirat szerint az elidegenítést támogató szocialista és szabaddemokrata képviselők nem írtak ki pályázatot, és megsértették a vételár meghatározását szabályozó önkormányzati rendeleteket. Az MSZP-s képviselők például nem kértek vagyoni biztosítékot a vételárra, és ellenvetés nélkül elfogadták azt az értékbecslést, amit a vevő készítetett. A terézvárosi önkormányzat számára egyértelműen hátrányos ügylet végül azért nem valósult meg, mert a vevő vállalása ellenére nem újítatta fel az ingatlant. Az ügyben a 2010-es önkormányzati választások után indult büntető eljárás. A fővárosi főgyészség hűtlen kezelés kísérlete miatt 15 ember ellen emelt vádat. A vádirat lényege szerint a vádlottak törvénysértően nem pályáztatták meg az ingatlant, és a vételárat az önkormányzat számára hátrányosan határozták meg. A vádirat szerint a veszélyeztetett vagyoni hátrány meghaladja az 50 millió forintot. Az M1 értesülései szerint a vádlottak között van Terézváros két volt jegyzője, Deák Erzsébet és Szőlősiné Horváth Katalin, valamint Hatvani Csaba, aki jelenleg is MSZP-s önkormányzati képviselő. A Jobbik törvényjavaslatot nyújt be az önkormányzati törvény módosítására. Azt akarják elérni, hogy ne lehessen polgármester az, akit a cégbíróság jogerősen eltiltott a cégvezetéstől. Nem nevezhető ki polgármesternek az a személy, akinek jogerősen a megválasztásának pillanatában, vagy azt megelőző 5 évben egyébként a cégbíróság általi vezetőtisztségviseléstől való eltiltása van. Az MSZP a MÁV elnök vezérigazgatójának távozását sürgeti. A párt alelnöke szerint a MÁV összeomlott, Homolya Róbert pedig nem tudja kezelni a munkaerőhiányt és a biztonsági kockázatokat. Minden reggel dolgozó emberek ezrei indulnak neki, hogy elmenjenek a munkahelyükre. Azzal a tudattal indulnak neki, hogy este haza tudnak menni a családjukhoz, épségben, egészségben. Ezt Homolya Róbert nem tudja ma nekik garantálni. Az Európai Unió környezetvédelmi és energetikai fejlesztési programjának egyik felelősévé választották a DK-s Rónai Sándort. Az EP képviselő azt mondta, hogy önkormányzatok, társasházak, kis és közepes vállalkozások pályázhatnak energetikai korszerűsítésre. A LIFE nevezetű programban környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket lehet közvetlenül az Európai Uniótól pályázni, az Európai Uniónál ezekre a pályázatokra jelentkezni. Az LMP bevezetné a dugódíjat Budapesten, a bevételből pedig a közlekedést, valamint a zöld területeket fejleszteni. Heltai László szerint, hogy ha nem fásítják a köztereket, akkor a következő években jelentősen emelkedhet a hőmérséklet. Lehet mondani olyanokat, hogyha bevezetjük a dugódíjat, akkor a városon kívülről érkező forgalom jelentős része kívül marad, illetve tömegközlekedést fog használni, és a feljavított tömegközlekedést, és így a belső területeken felszabadulnak terek ahhoz, hogy fákat ültessünk, hogy bokrokat ültessünk, hogy a zöld felületet növeljük. Új sportcsarnokot kaptak a miskolciak, az avasi lakótelepen átadták a jezsuita gimnázium csaknem 1,5 milliárd forintból felépített sportcsarnokát. Ide járnak majd természetesen a diákok tornaórára, de a környéken élők és az igazolt sportolók is használhatják majd. A város jegyzője szerint új közösségi teret kapott a lakótelep. Már kora reggel megkezdték a bemelegítést a diákok az új kosárlabda pályán, a Fényi Gyula jezsuita gimnázium torna csarnokában, amint egy 2500 négyzetméteres létesítményt a legmodernebb eszközökkel szerelték fel. A sport, a fizikai mozgás az egészséges életnek a feltétele napjainkban. Azt gondoljuk, hogy ezekkel a programokkal lehetőséget biztosítunk a gyerekek számára, a diákok számára arra, hogy egyfajta alternatívát találjanak maguknak a rohanó életben, amiben benne vagyunk. Az iskola vezetői szerint fontos, hogy a gyerekek tegyenek a közösségükért, a sport pedig segíthet ebben. Amikor küzdenek és sportolnak, amikor itt tanulnak, akkor hogy tudják, hogy tulajdonképpen kiért is teszik ezt, mert amikor a jézusi értékrendet követem, akkor igazából a nagyobb jót, a jót, a közjót segítem elő.
A nyitó mérkőzést már az első napon meg is tartották az új csarnokban, amelyben két kosárlabdapálya, mobil lelátó és edzőterem is van. Most is alig tudok beszélni. Fantasztikusan ügyesek ezek a fiatal lányok, hihetetlen, és öröm azt látni, hogy nyilván tömegsport is lesz ebben a csarnokban, nem kérdés. Testnevelési órák, a táncosok csodálatosak voltak, tornászok is, és hát emellett a kosaras lányok azok, remélem, hogy mind a Diósgyőrnek, Miskolcnak, mind pedig az országnak a reménységei. A tornacsarnokot azonban nem csak a diákok használhatják, hanem a környező lakótelepen élők is, hiszen a komplexumot közösségi térként is szeretnék használni. Ez a közös térprojekt, amely a nevében is hordozza azt, hogy egy közösséget fog szolgálni. Miskolc egyik legnépesebb területén, legnépesebb lakótelepi területén, az Avason helyezkedik el, ahol minden kétséget kizáróan szükség van a közösség szolgálatára, a közösség építése. Ezért fontos nekünk ez a beruházás. A Szent György sportcsarnok és közösségi tér 1,4 milliárd forintból készült el a kormány támogatásával. Szabad egyetemet indít a kaposvári Kaposi Mór Oktatókórház. Az előadásokra bárki ellátogathat, a témák között szerepel majd például a gyakori betegségek megelőzése. Szita Károly polgármester azt mondta, hogy Kaposvár önkormányzata is elkötelezett az egészséges életmód mellett, ezért támogatják a két hét múlva induló programot. Kaposvár azt tűzte ki célul, hogy 2030-ra az ország egyik legegészségesebb városa legyen. Meg vagyunk győződve arról, hogy életünkhöz függetlenül a kortól jó pár évet, évtizedet hozzá fogunk tudni még tenni. Mégpedig azért is, mert az, hogy egészségesek legyünk, az nem elsősorban a doktoroknak a dolga, hanem nekünk kell tenni annak érdekében, hogy valóban elérhessük azt, amit szeretnénk. Hosszantartó betegség után elhunyt Marton László Kossuth-díjas rendező. A Színház és Filmművészeti Főiskola rendezői szakának elvégzése után 1968-ban kezdte a pályáját a Víg Színházban. Volt főrendező és igazgató is, tanított itthon és külföldön, Finnországban, Kanadában és például Londonban. Vendégrendezőként dolgozott Helsinkiben, az Egyesült Államokban, Tel Avivban és Németországban is. Marton László januárban múlt 76 éves. Elhunyt Konrád György, Kossuth-díjas író, esszéista, szociológus, a magyar próza világszerte egyik legismertebb alakja volt, művei több nyelven megjelentek. Konrád György munkásságát itthon és külföldön is számos díjjal elismerték. 1990-ben Kossuth-díjat vehetett át, 91-ben megkapta az irodalmi békedíjnak nevezett elismerést, 2001-ben pedig az egyik legkiemelkedőbb európai díjat, a Károly díjat vehette át. Konrád György áprilisban volt 86 éves. Elkezdődött a visszaszámlálás, pontosan egy év múlva kezdődik Budapesten a Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus. Több mint 80 éve volt utoljára házigazda a magyar főváros. A szervezők szerint a kongresszus nem kizárólag vallási esemény, rengeteg kísérőprogram lesz, és az is cél, hogy a nagyjából 100 országból érkező vendégek megismerjék Budapestet és Magyarországot. Az 1938-ban Budapesten tartott 34. eukarisztikus világkongresszuson Pacelli bíboros képviselte a pápát. Akkor a Hősök terén mintegy 200 ezer ember vett részt az ünnepi nyitó szent misén. Az időpont választás tudatosan esett Szent István király halálának 900. évfordulójára. 3, 2, 1, elindultunk! Jövőre újra Budapest ad otthont a világeseménynek. Pénteken délután 4-kor elindult a visszaszámlálás. Mivel szökő év jön, 366 nap van még hátra az 52. eukarisztikus világkongresszus kezdetéig. Ünnepélyesen leleplezték az esemény jelképét is. A kongresszust előkészítő titkárság vezetője azt mondta, a világtalálkozó lehetőséget nyújt arra, hogy a katolikus egyházon belül a mi magyar kereszténységünket, sajátos kultúránkat megmutathassuk. Az, hogy milyen gazdag a mi múltunk, milyen gazdag a jelenünk, és hogy milyen gazdag a reményünk, a jövőbe vetett reményünk, hogy meg tud újulni a mi kereszténységünk itt Magyarországon és egész Európában és az egész világon is.
Erdő Péter bíboros egyebek mellett arról beszélt, hogy több mint 80 év elteltével ugyanolyan különleges lehetőség a világesemény megszervezése. Nagyot változott a világ, de az összetartásra most is nagy szükség van. Változtak a hangsúlyok, változott a világ. Ma is van persze, ami nyomasztja az emberiséget. Talán éppen nem egy akkora közelgő háborúnak a réme, mint 38-ban volt, de itt van például az ökológiai probléma. Tehát sok olyan gond van, amiben bizony a keresztény bizalomra, a reménységre és az egymás iránti szeretetre nagy a szükség. Az egy év múlva kezdődő világesemény programjai között szerepel egyebek mellett nyitó szentmise közös első áldozással a Puskás Ferenc stadionban, szentségimádás a Szent István bazilika előtt, ifjúsági este a Papp László sportarénában, családi nap a Margit szigeten, szentmise a Kossuth téren, és minden nap lesznek tanúságtételek, kulturális és lelki programok város szerte. Az ünnepi zárómise pedig a Hősök terén lesz. Jön az ajánló az M5-ről. Mi lesz ma nálatok a híradóban, Igor? Szervusz Balázs, jó estét kívánok, és mondom már is a részleteket. Bemutatták a Katolikus Budapest című könyvsorozat legújabb két kötetét, mutatjuk majd. Ott voltunk Rejtő Jenő botlatókövének elhelyezésénél, valamint beszámolunk a bangladesi sziámi ikrek műtétsorozatának jelenlegi fázisáról. Az Ez itt a kérdés vendége pedig a Szépművészeti Múzeum főigazgatója és a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa Bán László lesz. 8:30-kor kezdünk, tartsanak velünk! Köszönjük szépen! Egy 10 fős kábítószer kereskedő bandára csaptak le a rendőrök, 10 helyen tartottak egyszerre házkutatást, 160 rendőr vett részt az akcióban, drogot, fegyvereket és sok millió forint készpénzt foglaltak le. Pár másodperc után megtalálták a bankjegykereső kutyák a készpénzt azokban a lakásokban, amelyekben a rendőrség összehangolt akciót hajtott végre még szeptember 10-én. 3 megyében, 10 helyszínen, köztük Budapesten, Törökbálinton, Debrecenben és Szegeden egyszerre tartottak házkutatásokat. Amfetamint, marihuánát, 180 darab ecstasy tablettát, valamint a kábítószer porciózásához, méréséhez, tárolásához, higításához szükséges eszközöket találtak. Ezen kívül fegyvereket és csaknem 10 millió forint értékben autót és pénzt is lefoglaltak a nyomozók. Egy 10 fős társaságról ugyanis kiderült, hogy szervezetten értékesítettek kábítószert. A gyanú szerint a drogokat Budapesten, Pest és Hajdú-Bihar megyében szerezték be. A rendőri akcióban 168 rendőr vett részt, bűnügyi nyomozók, járőrök, bűnügyi technikusok, kutyavezetők összehangoltan végezték a munkájukat. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda pedig kábítószerkereskedelem büntet megalapozó gyanúja miatt folytatja a nyomozást. A gyanúsítottakat az elmúlt napokban kihallgatták, közülük 9 ember ellen indult eljárás, 8-at pedig letartóztattak. Mindannyiuk esetében fennáll a bűnismétlés veszélye, valamint az, hogy a további eljárás során a bizonyítást veszélyeztetnék, egyes személyek esetében pedig a szökés és elrejtőzés veszélye. Az egyik gyanúsított az eljárás jelenlegi szakaszában szabadlábon védekezhet. A gyanúsítottak bűnszövetségben elkövetett kábítószerkereskedelem miatt akár 10 év börtönt is kaphatnak. Már 4 halottja van az áradásoknak Spanyolország délkeleti részén, mind a 4-en autózás közben fulladtak meg. Egy idős testvérpár kocsiját lesodorta a víz az útról, egy másik sofőr bement egy vízzel elárasztott alagútba, és a 4. áldozat is a kocsiában halt meg. 1,5-2 nap alatt szinte a teljes éves csapadékmennyiség leesett arrafelé, a villám árvizek több települést elöntöttek. A tűzoltók és a mentők már nem tudták megmenteni annak a 2 embernek az életét, akiknek az autóját lesodorta az útról, majd felborította az árhullám. Valencia tartomány településein a heves esőzésektől több folyó is kilépett a medréből. Egyes városrészeket teljesen elöntött a víz, a sár pedig akkora volt, hogy az emberek a házaikba se tudtak bemenni, de kijönni is csak segítséggel. Több családot evakuáltak. A mérések szerint ez volt az elmúlt 100 év leghevesebb esőzése, mondta Ontinyent polgármestere. 24 óra alatt négyzetméterenként csaknem 300 liternyi csapadék hullott le. A legrosszabbul azok jártak, akiknek a folyópartján van az otthonuk. Ez a férfi azt mutatja, meddig ért a víz a konyhában. Több száz parkolóautót is félig elöntött az ár, amely csak nagyon lassan vonul le. Mogente városában pedig mindent vitt a villámáradás.
A magasabb részekről lezúduló víz folyóvá változtatta az utcákat. A szomszédos Murcia tartományban sem jobb a helyzet. Kikötőket, autóutakat és vasúti szakaszokat is le kellett zárni.